széleskörű összefogás van a híd mellett. A polgármester úr hogyan látja jelen pillanatban a harmadik szegedi híd helyzetét? Én úgy gondolom, hogy abban, hogy a Szeged és Új-Szeged déli részét össze kell kössük, abban gyakorlatilag mindig konszenzus volt a városban. A korábbi megvalósíthatósági tanulmánykészítése kapcsán kialakult egy ütemezett változat, ami azt gondolom, hogy a mostani tervezés alapja is volt, ami ugye azt hozza, hogy első ütemben egy közúti híd, és esetleges további ütemben egy vasúti felépítmény is megvalósul, és nagyon fontos, és ez volt a korábbi kérésünk, hogy ennek a lehetősége ne vesszen el. Tehát úgy kell megépíteni a pilléreket, hogy később a vasúti híd is megépíthető legyen. A mostani egyeztetésen láttunk egy új rajzi változatot a híd nyomvonal vezetésére, ami a körút megvalósítása szempontjából egy szerencsésebb változat, kis korrekciót jelent tulajdonképpen, és ugyanakkor a szegedi oldalon a töltés melletti területek bekötése szempontjából egy új alternatívát ad, ami kevesebb területet vesz el az egyetem területéből, tehát ilyen módon is úgy gondolom, hogy egy szerencsésebb változat, mint a korábbi volt. Nyilván azt a város továbbra is fontosnak tartja, bár a mostani tervezési program nem része, hogy figyeljünk arra, hogy megfelelő parkoló kapacitás alakuljon ki az új híd környezetében, P plusz R parkolókról beszélünk, hiszen ez új forgalmat fog a környékre hozni, azt le kell tudni valahol fogadni, illetve nyilván az továbbra is egy fontos szempont számunkra, hogy a híd egy városi hídként egy esztétikus híd legyen, és azért van még sok olyan műszaki részlet, amiről szeretnénk szakági egyeztetéseket folytatni a tervezőkkel, erre várhatóan a jövő héten sor is fog kerülni. Egy utolsó kérdés, meg tudja a polgármester úr nyugtatni a szegedieket, mert mindenhonnan jönnek a negatív hírek, egyrészt országosan, városi szinten, sőt Európa szinten, és állnak le a különböző fejlesztések. Most jelen pillanatban a tervezést ezt nem befolyásolja. A tervezőnek szerződése van a NIF ZRT-vel, tehát azt gondolom, hogy ezek a tervezések, ezek egyelőre mennek tovább. Ugye, amit nem látunk, hogy ez a híd a mostani ütemezésében egy teljesen nemzeti forrásból megvalósítható beruházás, hogy most nyilván láthatóan nincs pénz, de hogy a 2-3 év múlva lesz-e forrás, azt most nem látjuk, tehát a megfelelő óvatossággal illik arról beszélni, hogy ez a híd mikor kerülhet megvalósításra.